Köszöntjük kedves nézőinket! Ma a bajnokok futására invitáljuk Önöket, majd ellátogatunk az íjász versenyre. A zárszó a foci szezoné, tehát a Városi Sportklubbé lesz. Kellemes tévézést kívánunk! Feszti Árpád alapiskola és óvoda igazgatósága értesíti a kedves szülőket, hogy a koronavírus újabb megjelenése miatt a 2020-2021-es tanév ünnepélyes megnyitóját nem a szokványos módon tartják meg. A tanulók szeptember 2-án reggel 8 órakor megjelennek az iskola épülete előtt. Az intézménybe való belépéskor kötelezően elvégzik a szűrést, lázmérés, kézfertőtlenítése, a tanulók a honlapról letöltött egészségügyi igazolást és becsületbeli nyilatkozatot kitöltve adják le. Belépéskor a tanulóknak kötelező a szájmaszk viselése. A törvényes képviselő a gyermeket elkísérheti az iskola épületéig, az épületbe nem léphet be. Kivételt képeznek az első osztályos tanulók szülei. A gyermeket csak az egyik szülő kísérheti, aki betartja az iskola által kiadott szabályzatot, felső légutak eltakarása, kézfertőtlenítés, lázmérés. Az első osztályosok a B pavilon folyosóján gyülekeznek, ahol az igazgató úr és az osztályfőnök üdvözli a kis elsősöket, majd bevezetik őket az osztályba. Az iskolai klub és az iskolai étkezde szeptember 3-ától működik. Kérjük, továbbra is kövessék az iskola honlapját az újabb információk miatt. A Zöldállási Vadásztársulás Ógyalla várossal együttműködve invitálja Önöket gulyásfőző versenyére szeptember 5-én délelőtt 5 órára. A verseny helyszíne a Konkoli lőtér lesz. Tájékoztatásul közöljük, hogy a csapatoknak biztosítják a fát és az ülőszetteket. A nézőket gazdag program várja, például íjászati és agyaggalamblövészeti bemutató, lovaglás, és készítenek frissítőt, kávét, alkoholmentes italokat is. Nagy szeretettel várják Önöket a szervezők. Augusztus 8-án rendezték meg az Ógyallai Bajnokok Futása névre keresztelt futóverseny 3. évfolyamát az Ógyallai Futni Szeretők. A szervezők egy újabb szép részt kívántak bemutatni a város környezetéből, Zöldállást és Konkoly környékét. A futás egyre nagyobb népszerűségnek örvend kortól és kondíciótól függetlenül. A futásnál fontos a megfelelő cipő, a helyes technika, és persze a kitartás és a rendszeres ismétlés, mint minden sportnál. Több hasznos hozadéka is van, ilyen például a szív- és érrendszer javulák, az izomtömeg és a csontszilárdság növekedése, hangulatjavulás, és megfelelő életvitel mellett a testsúly csökkenés is. A futás ugyancsak növeli a jó koleszterinek értékeit, és segít lassítani az öregedést. Ógyallán egyre több egyénnel, de akár csoporttal is találkozhatunk, akik e-sportot kezdték el űzni. Ehhez a Zsitva folyó környékét, a Pálmajorra vezető kerékpárutat, a város utcáit használják, illetve ellátogatnak a szűkebb és távolabbi környék futóversenyeire. Éppen a futók és a szurkolók teremtették meg a 3. Ógyallai Bajnokok Futásának kiváló hangulatát. A futóknak ezúttal 3 távval készültek. Az első, a legrövidebb, 4 kilométeres hosszával a Konkoly nevet kapta, amelyet a helyiek is csak Konkoly néven emlegetnek. A második, a Zöldállás, 7 kilométeres hosszán, éppen Zöldállásig kellett elfutni, majd vissza a célba.
A harmadik és egyben leghosszabb Bajnokok futása nevű 14 kilométeres távon kétszer kellett lefutni a zöldállás vonalát. A regisztráció a zöldállási lőtér területén zajlott, ahol a futásra 151 futó regisztrált. Mindenki, aki jelentkezett a futásra, ajándékcsomagot kapott, ropogtatni valóval a Namex-től, gyümölcsös day-appal a Novofruct-tól, bioropogtatni valóval a McLeod-tól, gulyás jeggyel, fél liter ásványvízzel és csippel ellátott rajtszámmal. A futók bemelegítettek, és már minden készen is állt a rajthoz. 10 órakor Peter Závodszky polgármester elsütötte a rajtpisztolyt, elindulhatott az első csoport a Konkoly útvonalon. A nevezettek közül 9 Nordic Walking stílusban tették meg a távot. A futóknak 2 vizes frissítőpontot is létrehoztak, mivel a hőmérő higanyszála gyorsan közeledett a 35-ös jelzés felé. Pár perccel utánuk rajtolt a gyermekfutás, tehát a 12 éves kor alattiak mezőnye. Nekik egy 1000 méteres távot kellett megtenniük. Mind a 10 ifjú futó átvehette a célban a megérdemelt érmet. A gyerekek után rajtoltak a 7 és a 14 kilométeresek együtt a 7 stafétással. Majd néhány perccel később elkezdtek befutni az első rajt leggyorsabbjai. A célvonal átlépése után minden résztvevő megkapta a részvételért járó érmet a távjának megfelelő színű szalaggal. A célban minden futó fogyaszthatott vizet, és persze egy kis szusszanás után a helyi vadászok által főzött gulyást. Minden táv minden dobogós helyezettje a 4 kategóriában oklevelet vehetett át egy-egy szponzori díjcsomaggal, amelyekben volt utalvány a Pati és a Naszvadi fürdőbe, kávé, bor, sós és édes finomságok és egyéb díjak a támogatók jóvoltából. A délelőtt folyamán az érdeklődők meghallgathatták és ki is próbálhatták a Nordic Walking technikáját, agyaggalamb lövészeti bemutatót is láthattak, és belehallgathattak beszélgetésekbe néhányszoros Ironman-ekkel, vagy jelentős szlovák bajnokfutókkal. A nézők tapsát és csodálatát Maros Kudlik idén is kivívta, aki handicapje ellenére a leghosszabb távot választotta, és 2 óra alatt le is küzdötte azt. A bajnokok bajnoka külön díjban részesítették. Díjazták a leggyorsabb nőt, Hajdová Andreát, a leggyorsabb férfit, Hajtman Benjamint, a legidősebb résztvevőt, Hajtmanová Teréziát, és a legifjabbat, Lapos Viktort, akik között csak nem 60 évakor különbség. A díjak kiosztása után a kiváló ellátás mellett még sokáig társalogtak a futók, értékelve az útvonalakat, tervezgetve a következő közös futásokat. Köszönet jár mindenkinek, aki eljött és támogatta az ógyallai bajnokok futását. Minden szponzornak a díjak biztosításáért, minden önkéntesnek, akik nem csupán az előkészítésből, a megvalósításból is kivették a részüket. Valamint a zöldállási vadászoknak, hogy helyszínt biztosítottak a rendezvénynek. Viszontlátásra a 2021-es ógyallai bajnokok futásán a következő városrészben. V každom prípade vás všetkých srdečne tu vítam.
Som veľmi rád, že ste sa tu vyšli v takom hojnom počte. Držím vám palce, aby ste hlavne zdraví dobehli, aby ste to užili, najmä v tomto teple. Ale nebudem dlho rečniť, takže môžeme sa aj pristúpiť k štartu. Držím vám palce, všetko dobré. 3, 2, 1, najprv z okrana, potom postem kvarke, znova z okrana, pohľad zpátke. Dobre, dôležitá informácia, trošku sme sa opozdili a máme víťaza, gratulujem. Beri. Trafil si. Som si istý tou štvorkou. Posledné číslo 102. Máme tu aj víťazku žien. Pozrime sa. Naša kamarátka Kikuska Taričová dobieha na druhom mieste medzi ženami. Super. Super. No. A do cieľa dobehol aj Zoltán Varga s Rudolfom Petrikovičom. Tým, že Rudolf Petrikovič je víťaz kategórie mužov na 60 rokov. Do cieľa dobiehol aj Tomáš Byčan, bohužiaľ na 4. mieste zemiaková medaila, ale aj tak gratulujeme. Tesne, pár sekúnd. Marek Kajan za Tomášom. Tomáš Byčan, 4. miesto, Marek Kajan, 5. miesto. No ale máme tu ďalšiu víťazku. Kategória žien nad 50 rokov, Eva Šimoničová, 1. miesto, gratulujeme. Medzičasom dobieha Monika Gore s Kikou Taričovou. Tentokrát nie sú posledné, ale do toho... Do cieľa dobiehajú ďalší spotení bežci. Gratulujeme Petrovi Bartošovi, Andreji Jankovičovej a aj Martine Matejkovej. Kereňová. Takisto Romana Bugová, gratulujeme. Jana Marčičiaková. Gratulujeme, tiež vyzerá byť dosť vyšťavený. Máme v cieli 3. miesto. 76 je 4. miesto, Zob Tibor. Dostávali medaile, tam vám mali dať aj flašku s vodou. Prípadne si zoberte sami. Ďalší dobiehajú do tieho. Je to Daniela Sýkurová, 2. miesto vo svojej kategórii. Gratulujeme. Hey,
Čiže druhé miesto medzi štafetami je Komárno Running Team. Stále čas pod hodinu. Na prvom mieste dobieha Danka Janečková medzi ženami v absolútnom. Ďalšia štafeta je v cieli, bohužiaľ. No pozor, ale máme tu v cieli ďalšiu ženu. Číslo by jedna. Máme tu ďalšiu ženu v cieli, je to Ančika Sabová, gratulujeme. Au. Gratulujeme, veľký potlesk, len tak ďalej. Tým s názvom Pohodová streda, tak asi veľmi pohodové to nebolo, keď vyhúk do wellness patince, tak teraz rozmýšľajú, či pôjdu jeden z nich s frajerkou, alebo oni dvaja spolu bez frajerky. Tak myslím si, že voľba je jasná. Gratulujeme. Andrea Hajduová. Gratulujeme. Dobehol tesne za mladými, že vynikajúci výsledok. Čáčka. Gratulujeme páni. Augusztus 9-én, vasárnap, az íjászat minden szerelmese résen volt, hiszen az Aranyszarvas Polgári Társulás akkor szervezte hagyományos versenyét a déli ötös keretében. Az időjárás kedvezett a versenyzőknek, a forró napsugarak elől elrejtőzhettek az akácerdőben, és zavartalanul összpontosíthattak a pályára 32 célponttal. Lőttek szarvasra, őzre és muflonra is. A pálya határozottan nem volt könnyű, viszont érdekes és változatos igen, de legfőképpen mindenki számára biztonságos. Még a délelőtti órákban elkezdődött a verseny, és az egésznapos hajtás után körülbelül délután 4 órakor számolták össze a pontokat, és értékelték ki a versenyt. Eredményesek voltak az Ógyallai, Marcellházi, Érsekújvári és az Udvardi íjász csoportok. A helyezések a következőképpen alakultak. Veterán kategóriában első hely Dósa Géza, Artemis Íjász Klub Udvard, második Csontos Imre, Aranyszarvas Íjász Klub Ógyalla. Szenior kategóriában első hely Száraz Attila,
Legolas Klub Érsekújvár, harmadik hely Svitek György Aranyszarvas Klub. Nők között Szabó Andrea, harmadik Pápes Jolán az ötödik helyen végzett az Ógyallai Klubból. Kadét kategóriában az első helyet Alex Mlinkovics szerezte meg a Hubert Arrowsból, lányok között mindhárom dobogós Ógyallai. Első hely Hajdákova Lucia, második hely Zsigóová Miriam, harmadik hely Gerencsérjová Monika. Gyermekkategóriában első helyen Pintér Lea végzett a Szentpéteri Ijász Klubból, második helyen Bagyinka Legyiszlav és Hajtmanová Amira, mindketten Ógyalláról, a harmadik hely pedig Lakiová Alzsbetáé lett az Aranyszarvasból. Köszönet jár mindenkinek, aki segédkezett e szép verseny megrendezésében. A szervezők, tehát az Aranyszarvas Polgári Társulás tagjai már alig várják a következő ijász találkozót. Kapitán Mustafa Stefan Kolle. Sodetaj, dobrý den.
a legnépszerűbb sportot sem került el a 2020-as pandémia, az úgynevezett COVID-19. Különösen érvényes ez az amatőr mérkőzésekre, amelyeket elsők között tiltottak meg. Ezért is kellett eltelnie 5 hónapnak, hogy a hazai gyepen megmutatkozhassanak a VSK Ódalla focistái. A délkeleti negyedik liga második körében fogadták az újlóti fiúkat. Az elmúlt évben ez volt az egyetlen csapat, aki hazai pályán meg tudta verni a VSK-t, ezért az ódallaiak visszavágójára duplán lehetett számítani. Mint egy túlmotiváltság kombinálva az ellenfél játékstílusával hozta a találkozó ideges felvezetőjét, amelynek eredménye nem csupán az első gól a hazai hálóba, de sajnos Szántó Roderick komolynak tűnő sérülése is az első 10 perc után. A hazai soroknak legalább egy kis megnyugvást hozott az újonc VSK mezes Ivan Bach egyenlítő gólja. A fél idő végéig viszont hiába is uraltuk a pályát, az állás változatlan maradt, 1-1. A második fél idő épp oly vadul kezdődött, mint az első. Ezúttal viszont gólok helyett piros lapok kezdtek potyogni. Az elsőt Prúcsni Filip kapta a vendégek csapatából, és úgy tűnt, Ódallát semmi sem állíthatja meg a 3 pont megszerzésében. A valóság azonban távol állt az ideális helyzettől. Az ellenfél behúzódott a kapuja elé és lezárt, a VSK pedig így hiába döngette a kaput. Nem jöttek ki sem a kombinációk, sem az egyéni akciók, és amikor a 70. percben pirosat kapott Gelle Stefan, a hazai csapatkapitány, idegesség lett úrrá a csapaton. Minden rossz ellenére azért csak a sárga-kékek voltak gól közelben. Az utolsó 10 percben egy szép egyéni akció után Kling Matús jelölte meg az ellenfél jobb kapufáját. Noha a végeredményen ez mit sem változtatott. Az újlótiak a minimumból kihozták a maximumot. Egy lövés a hazai hálóra megadta nekik azt az egy gólt, amelyre a mieink már csak kiegyenlítéssel tudtak felelni. A vágyott második gól már nem született meg, így a pontokat osztani kellett. A VSK 2 kör után az 5. helyen van. A felvezetéskori értékes Párkányi győzelem után 3 pontos győzelmet remélt itthon is. Javítási lehetőség most már a 3. fordulóban lesz, amikor a fiaink Garam Kovácsiba utaznak. Majd egy hét múlva Zsitva Besenyőt köszönhetjük városunk pályáján. Minden esetre az új szezon eddig ígéretes, és minden VSK drukker bizakodóan várja fiaink minden egyes meccsét. Thank you.
Let's go.